Jó estét kívánok, kedves nézőink, önök az Érdi Városi Televízió Négy szemköz című műsorát látják, amelyben ma este vendégünk Szent Iványi István, Európa Parlamenti képviselő. Jó estét, Jó estét kívánok! kívánok. Hát beszéljünk egy pár szót arról elsőként, hogy hogy kerül ön érdre, aztán majd utána egy kicsit Brüsszelről is ejtünk néhány szót, amennyit a műsor keretői lehetővé tesznek. Csőzik László a polgármester vendégeként van itt, ha jól tudom. Igen, de azért ennek is van Európai Uniós apropója, hiszen Csőzik László a polgármester úrral megtárgyaltuk azokat a fontos projekteket, amelyek, amelyek, itt érdem fognak megvalósulni, és amelyek az érdi lakosság érdekeit szolgálják. Elsősorban a csatorna projektre gondolok, hiszen a a város számára döntő fontosság, hogy végre korszerű szennyvízcsatorna rendszere legyen, másrészt pedig a helyi vasú, gyorsvasút kiépítésére, amelynek a munkálatai szintén hamar elkezdődnek, és mind a kettő nagyon jelentős Európai Uniós támogatással. Ezen túl pedig Csőzik László alpolgármester régi kedves barátom, aki egyben a Szabad Demokraták jelöltje, éppen egy kampányautóbusz is itt van a városban, és azon is részt veszek, tehát ez az apropója jövetelemnek. No, beszéljünk egy kicsit az európai projektekről, hiszen most kettőt említettünk bár Igen. ezek egyike, az ugye a Mávnak a... a tendere volt, és nem közvetlenül a városi, bár a városa ennek a tendernek, a másik pedig már arra az időszakra, a 2007-től kezdődő 7 éves időszakra terjed, amikor, ha jól tudom, 2000 milliárd forint tud bekerülni csak ebbe a régióba 7 év alatt, tehát rendkívüli nagy összegek. Ön mit lát legfontosabbnak az agglomerációban? Milyen irányba kellene az agglomerációnak pályáznia? Mi az, amiben értemes lenne? Azt gondolom, hogy a következő hét év során elsősorban az infrastruktúrára kell koncentrálni, tehát ebben nagyon beletartozik a gyorsvasút kialakítása, ahol nincs megfelelő úthálózatot annak a kiépítésére is. Egyébként 2007-től változnak a szabályok, és már nem csak a nemzetközi utak és az országos jelentőség útvonalakra lehet pályázatokat benyújtani, hanem az alacsonyabb rendútakra is, tehát ez egy kedvező szabály számunkra minden esetre. És ezen túl természetesen az összes olyan környezetvédelmi, higiéniai beruházás előnyben élvez, mint például a csatornázás, szennyvíztisztítás, az összes ilyen projekt. Tehát ezeket nagyon szorgalmazám. A másik fontos vonulat, az pedig a jövő. Azaz tudás alapú társadalom, azaz az oktatás, kutatásfejlesztés az olyan munkahelyfejlesztés, amely a korszerű magas technológián alapul, ezekre lehet pályázatokat kapni, ha, ahol fantázia van ipari parkok létrehozására, ott ezt különösen támogatják, azoknak a beruházóknak az idecsábítására, akik nem egyszerűen összeszerelést akarnak, hanem valódi kutatásfejlesztést is akarnak megvalósítani. Figyeltem az ön parlamenti működés, európai parlamenti működését, már amennyit az interneten ebből figyelni lehet, ha jól láttam a legutóbbi hozzászólása a kis határ átlépésekkel kapcsolatos, és itt már ugye a, a közös európai határról van szó. Mert hogy az országok vágynak arra, hogy beléphessenek a teljes határellenőrzés nélküli övezetbe, de azért félnek is tőle például Magyarországon, hogy aztán majd nehezedik a külső határ átlépése. Ez ügyben akkor ön pozitívan szólt, mert gyengítettek a feltételeken. Igen, erről van Mi szó, alakult ki végül? Erről van szó, hogy nagyon jó kompromisszum jött létre, nem kis részben a magyar képviselők, és hogyha szerintem lehetek, akkor az én közreműködésem révén végül egy nagyon jó kompromisszumot találtunk, amely Magyarországnak a legkomolyabb fenntartásait megoldja, vagy eloszlatja. Ugye az alapvető probléma az, hogy 2007. október 1-től Magyarország be kíván lépni, és reméljük be is fog a Schengeni rendszerbe. Ez egy nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy az ország nyugati határain, de, de Szlovénia felé, sőt ország még Szlovákia felé is gyakor, gyakorlatilag megszűnik a határ, a határellenőrzés, Európa egészébe oda utazunk, ha akarunk, mindenfajta ellenőrzés nélkül. De ennek van egy súlyos ára, ettől a pillanattól kezdve be kell vezetnünk ugyanazt a vízumrendszert, amit a többi Schengeni ország követ, és ugyanazt az ellenőrzési, nagyon szigorú ellenőrzési szisztémát, amit gyakorolnak a nyugatiak, most már mi a keleti határokon. A Romániát ez nem érinti, mert addigra Románia valószínűleg tagország lesz, de Ukrajnát és Szerbiát, igen. Most a kishatárforgalmi engedélyek, amikről most a parlament döntést hozott, és reméljük, hogy ezt a tanács is rövid időn belül elfogadja, az lehetővé teszi, hogy a határsáv 50 kilométeres szélességben lakó emberek számára egy olyan engedélyt adjanak ki, amely korlátlan számú kibeutazásra jogosít fel, és akár egyszerre 30 napot is tartózkodhatnak a másik országban, tehát magunk között, tehát egy ukrajnai magyar, vagy kárpátai magyar, vagy egy délvidéki magyar, az akár 30 napra is átjöhet, és többször átjöhet egy évben, és, és többen korlátlanná válik. Na most az 50 kilométer, az már egy engedmény volt, mert eredetileg 30 kilométert akartak, ez nekünk nagyon rossz lett volna, hiszen a magyarok kétharmada kimaradt volna a 30 kilométerből. Így viszont az 50 kilométeres sávval úgy látjuk, hogy a több mint kétharmada bekerül, kétharmada 70 a bekerül. Most még mindig van egy fennmaradó rész, a problémáit meg kell oldanunk, de azért a határon túl maradt magyarok túlnyomó többségének ez egy nagyon jó megoldás. A másik, amit megfigyeltem, egy kérdés volt, amit többet magával tettek fel a liberális frakcióban, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy egy szabály bevezetése után bizonyos nem uniós tagállamok, állampolgárai, de lakással rendelkezők az unióban könnyebben kapnának munkát azokban az országokban, amelyek az új tagokkal szemben moratóriumot kértek. Igen, ez a vállalásra. kérdés, ez most fog elhangzani hétfőn az Európai Akkor nagyon vagyok. Nagyon, én <laughs> csodálom ön, mert nagyon tájékozott, pontosan tudja, mit csinálok a foran pár hete történt, ezt pedig benyújtottuk, de ez még csak hétfőn fog elhangzani. Ez gyakorlatilag én kezdeményeztem, de többen csatlakoztak hozzá a liberálisok részéről. Ennek a lényege az az, hogy két dologról van szó. Egyrészt azt kérdezzük a tanácsról, tehát ez a kérdés nem egyszerű kérdés, ez egy nagyon erős nyomásgyakorló eszköz, hogy mikor kívánják felszabadítani a munkaerőpiacot az új, új tagállamok számára. Tehát ez azokra az országokra vonatkozik, amelyek egyre nem szabadították föl, és nem is akarják. A másik fel a kérdésnek az, amit ön most kiemelt belőle, tehát ez valóban két dologról szól, most életbe lépett egy olyan irányelv, amelyik azt mondja, hogy azok a harmadik országból származó állampolgárok, akik legalább öt éve legálisan tartózkodtak az Európai Unió területén, azok teljesen szabadon, automatikusan munkavállalási engedélyt kapnak, illetve, ö, ö, illetve letelepedési engedélyhez jutnak. Tehát az a furcsa helyzet jön létre, hogy mondjuk egy Magyarországon tanuló, nigériai diák, aki öt évig itt legálisan tanul, de most már a végére egy uniós területű országban tanult, az most nyugodtan az öt év végén ezzel az engedéllyel átmehet Ausztriában, Németország, bárhol letelepett munkát vállalat, vállalat, Ugyanakkor a magyar állampolgár, aki születésétől fogva egy uniós Magyarország állampolgára, és most már évek óta uniós állampolgár, nem kapja meg ugyanezt a kedvezményt, mert ő nem férhet ehhez hozzá. Ez véleményünk szerint ellentétes a csatlakozási szerződésnek azzal a pontjával, amik azt mondta ki, hogy az új tagállamokat, ugyan korlátozta a munkavállalásukat, de azt mondta ki, hogy nem lekerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe, mint harmadik országbeli, tehát kívülálló országok tagja. Itt most előállt ez az új helyzet, ezzel az új irányelvel, ami most lépett hatályba, és ezért lépünk föl, hogy mi nem, nem elvenni akarjuk azoktól, akik öt évet eltöltöttek már legálisan, tisztességesen az unióba, mert ha akarnak, jöjjenek. Csak akkor az, az nekünk is jár. Persze, mert mi legalább öt éve itt élünk. Hát mi legalább. Aki legalábbis munkát akar vállalni, az valószínűleg már több mint öt éve itt él. No, beszéljünk egy kicsit általánosságban az, az Európa Parlamenti munkáról a hátralévő időben. Egy kedves ismerősöm nem olyan régen járt ki önöknél, és a legnagyobb élményként azt mondta, hogy egyáltalán nem azt tapasztalta, mint mondjuk a magyar parlament környékén. Először is. Többnyire fiatal emberekkel találkozott, azok a fiatal emberek elsősorban voltak szakemberek, és utána voltak pártpolitikusok, és kitűnően együtt tudtak különböző pacsorokban ülők működni, nemzeti érdekek, vagy csak egyszerűen közös értékek mentén. Ön is ezt a hangulatot tapasztalja e Brüsszelben. Igen, valóban így van, és ennek én örülök is, mert én 14 évig voltam Magyarország gyűlési képviselő, és hát egy idő után azért egy kicsit sok volt az a feszültség számomra, ami itthon van. És, és valóban örömmel nyugtáztam azt, hogy egy zavartalanabb, konstruktívabb együttműködés van a magyar képviselők között. 24-en vagyunk Strasbourgban. Én úgy láttam hogy minden olyan fontos kérdésben, ami Magyarország számára fontos, megtaláltuk a közös hangot. Nem mindenben értettünk egyet. Most például itt volt a szolgáltatási irányelv, hogyan szabályozzuk a szolgáltatások nyújtásának a szabadságát. Ebben a szocialistáknak egy másik álláspontja volt, nekük is más álláspontok, hát itt van ilyen kérdés, elvi okokból. De azért a fontos ügyek, tehát akár a vajdasági magyarság helyzete, akár a romániai ügyek beleértve a verespataki beruházás ügyét, akár a 7 éves költségvetés legfontosabb keretszámai, összmagyar föllépések voltak sorozatosan, méghozzá közös módosító indítványok formájában, közös kezdeményezések formájában, és én Na most ez miért van így? Részben talán azért, amit ön is mondott, hogy, hogy, a magyarországi, a magyar képviselőknek a fele az nem volt Magyarországon képviselő, és ez talán jó, olyan szempontból, hogy ezeket a reflexeket nem hozza magával, hogy rögtön fel kell lépni. De azért is van így, mert nincs hagyományos klasszikus kormány ellenzék megosztottság. Itt, itt különböző frakciókhoz tartozunk, egyetlen frakciónak sincs abszolút többsége, tehát minden frakció, most nem csak a nemzeti parlamentek, hanem a, a nagy frakciók, a néppárt, a szocialisták, a liberálisok arra kényszerülnek, hogy konszenzussal hozzák meg a döntéseket, hogy együttműködjenek, mert hiszen egymaguk nem tudnak elérni semmit. Ezért a konszenzus kultúrája és a kompromisszum kultúrája nagyon fejlett az európai parlamentben minden kérdésben mindenki keresi a szövetségeseket, mert anélkül úgy sem tud semmit elérni. De most ez úgy látom, hogy hat a magyar delegáció, delegáció tagjaira is, és én ennek őszintén örülök, mert szerintem ez a mi érdekünk. Hazajöhet ez a szemlélet, vagy egy kormányzáshoz szükséges koalíciós kényszer ezt mindenképpen? Igen, legyünk, legyünk, realisták. Az az igazság, hogy ez a fajta konszenzusos hangulat, ez az Európai Unió más tagállamaiban sincs meg. Tehát a nemzeti parlamentekben ez, ilyen, ez sehol nincs. De abban bízom, hogy ennek bizonyos elemei hazakerülhetnek. Tehát Például az, hogy sokszor vannak éles viták az Európai Parlamentben, de én még személyeskedő, gyalázkodó hangnemmel nem találkoztam. Élesen lehet vitatkozni, hiszen ezért vagyunk különböző pártoknak a képviselői, és különböző érdekeket képviselünk. De az nagyon fontos, hogy a másiknak a személyiségét azt tiszteljük meg annyival, hogy. Nem gazemberezzük le, nem hozzáhárulózzuk le, hanem azt mondjuk, hogy ön téved, ez nem így van, valótlant állít. Ilyeneket lehet mondani, ha tudom is bizonyítani, hogy miről van szó. Na, ezt remélem, hogy ez a kulturáltabb hangvételű vita, ez visszajön, vagy ez, ez visszasugározhat Magyarországra. Ön visszasugárzik-e Magyarországra a magyar politikába valamikor, vagy e, e, ilyen szándékai nincsenek már? Nézd, ezt nem mondanám, hogy nincsenek. Én a... E, e, mind... E, e, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a választások. A külügyek eldönt... például nem húzzák -e vissza. A választások sok mindent eldönthetnek ebben a kérdésben. Természetesen, ha olyan feladatot látok, és olyan feladatot kínálnak fel, akkor nagyon szívesen vállalkozom rá, de nem akarom ráerőltetni magam senkire, mert én ott is jól érzem magam, megvan a helyem, úgy látom, megvan az elismertségem is, de természetesen az ember szeretne minél többet tenni a hazájáért, és hogyha ezt mások is úgy gondolják, azok, akiknek a választásokon jó szereplésében én bizakodom, akkor nem fogok megfutamodni a kihívással. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nézőinket arra szeretném emlékeztetni, hogy ezek az érdekes és izgalmas dolgok nem is olyan távol történnek belőlünk, nem egy másik világból érkezett haza Szent Iványi István, hanem annak az államszövetségnek a központjából, amelynek mi is tagjai vagyunk.